Legyél hős, adj vért! Ezzel a címmel zajlik véradás népszerűsítő kampány Kolozsváron, amelynek többek között az a célja, hogy a kincses város az országból elsőként érje el az európai véradási százalékot. Az aktív donorok számát tekintve Románia jelenleg az utolsó előtti helyen áll a kontinensen. Ritka látvány fogad a kolozsvári regionális vérközpontban, ahol szinte folyamatosan sor van. A kampány ideje alatt az önkéntesek elmondása szerint naponta 10-15-szörösére is emelkedik a donorok száma. A program keretében a Julio Hacigánó Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetemről mozgósítanak önkéntes hallgatókat. Több mint 100 önkéntes összegyűlés azon dolgozunk, hogy minél jobban kikerüljön a médiában, minél többen halljanak a véradásról, véradás fontosságáról, és hogy növeljük a véradók számát a központban. Az utolsó kampányunkon 734 véradó volt, és ezt meg szeretnénk haladni idén. A kampány keretében nem csak a véradók számát szeretnék növelni, hanem a központ felszerelésének a bővítése is a célok közt szerepel, főleg a tároló részleget szeretnék növelni. Nagyon jól éreztem magam véradás után, és úgy gondolom, hogy szükség van a vérre. Olyan donorok is vannak, akik már több éve eljárnak vért adni. Már hosszú évek óta tiszteletbeli vérdonor vagyok, 21 néhány éves korom óta folyamatosan adtam vért, és arra gondoltam, hogy így évvégén egy ilyen irányú gesztus is szép volna. Felmérések szerint országszerte mindössze a lakosság 1,7%-a rendszeres vérdonor. A legtöbben akkor hajlandók vért adni, ha közeli személy szorul segítségre. Kolozsváron a véradó kampánynak már 9 éves hagyománya van, az akciót évente kétszer szervezik meg.